Köszöntöm a Debrecen Televízió nézőit. A híradó után már is itt vagyunk az esti közelképpel, ahol most is aktuális közéleti témákról beszélgetünk. Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulóját ünnepli a város. Debrecen híres költőjének hosszú élet ugyan nem jutott, ennek ellenére rendkívül gazdag és értékes irodalmi hagyaték fűződik a nevéhez. A jubileum talán jó alkalom arra, hogy egy kicsit beszéljünk Csokonai és Debrecen kapcsolatáról, műveinek máig tartó hatásáról, de ezúttal nem a magas irodalom szintjén, hanem inkább a helytörténeti érdekességek mentén. Köszöntöm a stúdióban Balogh László, helytörténeti kutatót. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy vállalta ezt a ma esti beszélgetést. Nagyon szívesen. Mit tudunk mondani Debrecen és Csokonai kapcsolatáról? Mennyire ápolja a város Csokonai kultuszát, ha fogalmazhatok így? Én úgy veszem észre, hogy Debrecennek, mintha örök lelkiismeret fordulása lenne Csokonaival kapcsolatban. Annak ellenére, hogy ők tanácsolták el a kollégiumból, valahogy haláláig nem ápolták azt a jó kapcsolatot vele, és utána, mintha lelkiismeret fordulása lenne a városnak. Tehát nem csak a Csokonai Színház vagy a Csokonai Gimnáziumot nevezték el róla, volt Csokonai Kör, Csokonai Kiadó, Csokonai Ásványvíz, Csokonai Cipőposzta, tehát minden szinte Csokonai. Nem a reklám Csokonai helye, de még kávéház is. Így van, de én azt mondom, hogy még nagyon sokat ennivaló Csokonaival a kapcsolatban. Talán nem sokan tudják, de miért is tanácsolták el egyébként ez a motívum? Ez benne van egyébként abban a képregényben is, ami pontosan most a jubileum kapcsán jelent meg. Miért tanácsolták őt el a kollégiumból? Ő már az igazság, hogy tudta, hogy innen mennie kell. Múlt héten voltam egy csokonai konferencián, és szinte ugyanazokat a ismereteket hallottam, amit én is felfedeztem, tehát egy nagyon jó képességű diák volt, és ő úgy gondolta, hogy mindent megtehet, akár szembeszállt a professzorával is, de tehát nem lehet mindent megtenni büntetlenül. Ennek ellenére hol ezt csinálta, hol az, tehát az utolsó banánhéj az a 72 forint volt, amit időben nem adott le a kollégiumnak, hanem Pesten egy kicsit belenyúlt, majd itthon hozzárakott, de az már késő volt. Tehát addig húzta a cérnát, még el nem szakadt. Ha úgy nézzük, nem csapták ki Csokonait a kollégiumból, hanem önként ment el, de mennie kellett volna így is, úgy is. Tudunk arról valamit? Maradt arról föl valami olyan forrás, hogy mit szeretett, volt-e kedvenc helye? Hát ugye azt tudjuk, hogy meglehetősen bohém életvitelt folytatott, hogy mit szeretett csinálni, volt esetleg kedvenc helye? Hát a nagy erdőre szeretett járni a tanítványaival. A bort azt nagyon szerette, az biztos. Sok verset is írt hozzá, illetve annak a hatására is. Ilyet nem egy költeményt vagy verset is, és hát elég bohém volt, tehát olyan tréfákat megcsinált például, hogy a üzenetet küldött az anyjának és a testvérének, hogy ő most főbe fogja lőni magát, és rohantak ki lélekszakadva hatházra, mikor ő pedig ott ült és röhögött rajtuk. Tehát én a saját anyámmal nem tudnám ezt megcsinálni. Tehát nagyon nagyon a végletek embere volt, tudott ő nagyon jó fiú is lenni, de viszont nagyon, hát, tehát hogyha most élne, én azt mondom, hogy a Civisváros fene gyereke volna. Örülök, hogy ezt mondja, mert amit már mutattam az előbb, ez a Csokonai Vitéz Mihály a Garabonciás Poéta című képregény, ami megjelent, és ebben megragadott az előszóba, azt mondják, hogy ő akár ma rockzenész lehetne még hozzá, nem is akármilyen rockzenész lenne, vagy egy slammer, ahogy itt fogalmaznak benne. Ehhez a képregényhez is van önnek köze. Igen, tavaly évvégén megkeresett engem Tóth Labonc Attila, hogy hallott róla, hogy írtam én annak idején egy regényt Kölcsei és Csokonai lehetséges kapcsolatáról, hiszen nem messze laktak egymástól 150 méterre egy stádiumra.
Lehet, hogy találkoztak, lehet, hogy nem. Ezt nem lehet eldönteni. Az biztos, hogy Kölcsey ismerte Csokonait. Csokonai viszont, hogyha ismerte és Kölcseyt, nem tudhatta, hogy ki lesz belőle. Az biztos, hogy nagyon szerette Kölcsey a Csokonainak a munkáit, az életművét, és tehát visszatérve az előzőleg, tehát megkeresett Attila, és az én könyvem történései alapján Mester Csaba megrajzolta ezeket a képeket. Néha egy kicsit hibásan, de akkor kijavítottunk, belenyúltunk, néha nem megfelelő kronológiai sorrendben, akkor meg mi alakítottuk a szöveget úgy, hogy jó legyen, ne rajzolja most át megint, de szerintem nagyon jól sikerült ahhoz képest, hogy ez egy formabontó újítás. Abszolút, mert hogyha talán a nézők nem tudja mindenki, de itt gyakorlatilag egy átvonatott éjszaka után egy ilyen filmszakadás van, ha mondhatom így, és aztán Csokonai az 1700-as évekből egyszer csak napjainkban találja magát. Így van. És akkor itt folytatódik szinte ugyanaz az életmű pillanatok, ami a saját életében is ment, tehát megismerkedik Lillával, Komáromban, egy nagyon szép hölgy, vele tölt egy szerelmes éjszakát, és lehet, hogy többet is, de az édesapja egy jó menő vállalkozó, aki eltanácsolja Csokonait, mivel annak nincsen munkája, és hát nem a lányához való, és akkor ide-oda bolyong, visszatér Debrecenben, itt létrehoz egy zenekai próbahelyet, ami átvitt értelemben ők is múzeuma volt, amit annak idején megépített, és az leég, hát nem 1802-ben, hanem egy kicsit később, ahogy ebbe benne van, és akkor egyszer megint visszakerül Debrecenbe, és akkor itt meghal, kívülről hallgatja, hogy milyen szépet mesélnek róla, Kazinczy milyen szép beszédet mond a sírjánál, és hát ez a vége. Reméljük, hogy ilyen hasonló kezdeményezés lesz még. Attila szeretné, hogyha lenne, örülne is neki, hogyha közös munkánk lenne megint benne. Érdekes gondolatkísérlet, ami testest is öltött ebben a képregényben. Közeledünk a beszélgetés végéhez. Említette, hogy Debrecennek van egy ilyen frusztrációja, egy ilyen örök adóssága. Oldódhat-e ez most annak kapcsán, hogy a 250. évforduló ilyen nagyon-nagyon központi szerepbe kerítette ezt a méltán kedvelt, szeretett költőt? Mondjuk a kerek évforduló az mindig kicsit felmagasztalja az ünnepeltet, tehát ilyenkor természetes, hogy konferenciák, illetve más dolgok előkerülnek, de én úgy gondolom, hogy Csokonait nem csak a kerekéfordulókon kell szeretni, hanem szinte minden nap. Voltam múlt héten, illetve voltunk Attilával egy Csokonai gimnáziumnak a Csokonai rendezvényén, tehát egy versenyen, és az ottani diákok nagyon sokat tudtak Csokonairól, nem csak a költészetéről, a verseiről, hanem maga az életéről is, és nem tudom, hogy ez most a tanulói kényszernek való megfeleltetése, vagy ők önként szerették-e, de szeretném, hogyha ezt úgy szívből csinálnák, és ne csak kötelező tananyag lenne. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm szépen.